39 éves vagyok, 18 éve élek együtt Erzsébettel, három fiúgyermekünk van, itt egy faluba laktunk, Németkéren, és elkezdtem udvarogatni, elzsinottunk, összeházasodtunk. Én kifejezetten vallásos nevelést kaptam. Misi ellene volt a vallásnak. Én meg gondoltam, hogy tulajdonképpen kényelmesebb mindig otthon lenni és együtt lenni. Egy évig laktunk a szülőknél, Németkéren problémák különösebben nem voltak. Időnként esetleg Erzsébet szóvá tettem, talán hogy többet iszom. És ahogy bekerültünk Paksra, az erőműbe dolgoztam. Egy géplakatos gép szerelő szakmámban, régi öreg szerelő kollégákkal, akik nem betették meg az alkoholt sosem. Műszakok után egy-egy sörözésbe belecsöppen, nagyon mennyiség alkoholt el tudtam fogyasztani, úgyhogy bármilyen különösebb külső látszata lett volna. És ez az állapot ez egyre rosszabbodott. Ők hazavaladtak, én még maradtam. Erzsébeten észrevettem azt, hogy egyre gyakrabban szól azért, hogy én alkoholt fogyasztok. Voltak mindenféle ígéretek, minden nap innentől kezdve vége. Ő szóvá tette, és én mindig igazat adtam neki. Második pohár után már az alkohol kezdett beszélni, és akkor Erzsébetet még úgy elfelejtettem. Először úgy gondoltam, hogy megbeszéljük. A kedvemért majd abba hagyja. Egyre többet töltöttem a kocsmában. Sokat sírtam. Én megőreztem magam úgy. Emlékszem a pillanatra, amikor szinte belém hasított, hogy ember biztosan nem fog tudni nekünk segíteni. Ha van még segítség, azt nem ott kell keresni. És azt hiszem, hogy az volt az a pont, amikor újra elkezdtem templomba járni. Ő kilépett az ajtón 8 órakor, mert a Isten tisztelet 8-kor kezdődik, 8-5-kor én is kiléptem, csak én a másik helységbe mentem, én nem messze templomtól van egy kocsma. Egyre jobban elkeseredtem. A gyermekeim elidegültek tőlem, szemükben láttam a rettegést, vagy nem hozzák haza a haverokat ide hozzánk, mert ugye félnek mindig, hogy milyen állapotban látják az apjukat. 1997. szeptember 23-án mentem be volna dolgozni a munkahelyemre. 13 óra 10 perckor beértem az erőmű rendészeti portájára, ahol alkoholos szondával vizsgálatot vettem. Egy rutin vizsgálat volt, vagy már rutin vizsgálat. Én nem hiszem, hogy figyeltek. Ez bárkivel előfordul, kértem egy vérvételes vizsgálatot is küldjék el a vélemetnek. Tudtam, hogy felesleges, mert anyagot fogyasztottam a délelőtt folyamán, hogy mindegy, hogy mit csinálok, de azért megpróbálom. Hát ha eltűnik, vagy összetörik, vagy valamilyen formában megcserélik. De erre esély nem volt. Fél kettő felé már buszon voltam, jöttem hazafelé, és elmentem a kedvenc tőzshelyemre a kocsmába. És akkor a műszak végén, 10 óra körül hazaértem, hogy megjöttem. És elmondtam, hogy ki vagyok, rúgom. Nem ért váratlanul. De azt gondoltam, ha most nem, akkor nem hagyja abba, akkor biztos, hogy soha. Mindent megpróbáltam, a segédtelefonoktól kezdve mindenkit, tehát ahol segítséget véltem felfedezni. Többen megkérdezték, miért nem válok el. Én természetesen mindentől elzárkóztam, akár a segítségtől, akár a válás elől. És akkor bementem a családsegítő központba. Itt Pakson, ahol kaptam egy nevet, telefonszámot. Fölhívtam a számot, és azonnal úgy kaptam segítséget, hogy azt mondta, hogy szerinte nekem most nagyobb szükségem van rá, mint Misinek. Úgyhogy egyik testvért küldte, hogy beszéljen velem is, vigasztaljon. Utánunk nyúlt az úr, egészen biztos, mert én tudom, hogy az utolsó pillanatban jelent meg Gangel Jani, akivel már régebben ismerték egymást, és ő már szabadult, Dömösön szabadult János, és tudta, hogy Misi milyen helyzetben van. Ő ajánlotta fel a segítségét, ő vitt el Misit a Kékkereszt testcsoportba. Mondom, a Jánoson ez ilyen változást tesz között, ilyen változást ért el Janiban lelkileg, szellemileg, fizikailag. Én sem vagyok különbb ember, és elkezdtem járni a Paksi Kékkereszt Egyesületnek a előesti találkozásaira. Én azért minden keddi alkalmunk előtt elugrottam a kocsmába még egy felest kettőt bevenni, hogy bátrabban menjek a kékkeresztes találkozóra, ahol biztos látták az ott lévő testvérek, hogy Misibe megint van valamennyicske alkohol is. Amikor ő először eljött, akkor azt láttam rajta, hogy elég kemény ember. Ivott, mielőtt jött, azt lehetett érezni rajta. Én láttam, hogy ő ott jól érzi magát. Azt is láttam, hogy hazafelé nem egyenesen hazajön. Nagyon sokszor hangoztatta ezt, hogy egyedül is meg tudja oldani a problémáit.
De aminek nagyon örültünk, hogy azért rendszeresen járt, minden alkalomkor itt volt, imádkoztunk is érte, hogy jöjjön és Isten változtassa meg. Ugye a hitemet nem találtam igazából, és kereste. És addig húzódott a dolog, hogy a diákon a képkeredő, és meg iszogattam, és az első ultimátum úgy jutott, hogy Misikén vagy elválunk, nincs visszakoz, vagy az alkult abba hagyott. Nagyon volt olyan elutasító mindennel szemben, akkor elfogadta azt, jó, akkor elmegy Dömösre a gyógyító alkalomra. A kékesztő gyűlésünkön kaptam az egyik testvértől, Mariantól egy evangélikus útmutatót, és a Biblián nem is volt, de az útmutatót azt forgattam itthon, és elolvastam, hogy mit is ír leben. Hát április 12-én az indulás reggel is nézem az útmutatót, és nagyon szép ige szerepelt benne. Táborba szállok én házam népéért. És akkor eldöntöttem, Miske is csatába száll itt az Úr ellen, és majd megmutatom én, hogy erősebb vagyok, mint ő. Két napig vagyunk együtt, egy intenzív lelki terápián vesznek részt azok, akik önként vállalják, hogy alkohol és egyéb nyomorúságukból szeretnének gyógyulást találni. Meg se kérdezzük, hogy mennyit ivott, meg hogy ivott, meg miért ivott, meg mi, hanem arról beszélünk, hogy az Isten számára egy lehetőséget készít, hogy egy egészen más ember legyen. Benke Mihály testvérünk, aki Pakstól és lelkileg nagyon messziről érkezett ebbe a szolgálatba, a maga nagy terhével. Az első ige hirdetések alkalmán keretén belül éreztem azt, hogy ami nekem hiányozhatna, azt itt meg fogom kapni. Az első alkalommal már megragadta az Istennek az igéje. Egyik esti evangelizáción a 40. Zsoltárt kezdték el nekünk bemutatni, azon keresztül megismertem saját magamat, hogy ki is voltam én. Hova süllyedtem, milyen iszabban, mocsárba, szárba. Valami olyan fordulaton esettem át, ahol megérezhettem azt, hogy tényleg kegyes volt hozzám az Úr az elmúlt 8 nap alatt, mióta Dömösön vagyok. Sikerült neki átformálni a gondolatomat, üdvösséget adott nekem. Az igazság leplét borította rám, azt is éreztem, hogy így megtisztultam. Hazugságokat kitöröltem magamból, és kegyelmet gyakorolt. Szinte éreztem, hogy mindent értek, ami történt. Magamban a csendes estékem, mert hosszú esték voltak, este 10 órától reggel 8-ig. Nagyon sokat tud az ember gondolkodni. Utolsó napokban szívesen maradtam volna még szinte tovább is. Na azért szinte két hét, 10 nap távol lét után az ember ugye elgondolkodik, hogy most hazaérek, kivel és mivel, hogyan találkozom itthon magamat szembe. Azt tudtam, hogy a kékesztes testvérek közé nyugodtan mehetek. Ha máshol esetleg nem fogadnak vissza, de erről szó sem volt. Hát beléptem az ajtón, feleségem a konyhába, szokás szerint. De hát kicsit néztük egymást, és mondtam, hogy bocsáss meg. Én is kaptunk Dömösre útmutató bajot, hogy ha vala érkezel otthonodba, gyakorolj te is kegyelmet másokkal szemben. Nem ismertem eléggé eddig, illetve ezt az oldalat semmi esetre, hogy ilyen érzékeny, érző ember. Közben gyerekek érkeztek az iskolából, ugye haza is látták az apukat 10 nap után. És láttam én meg az arcukon azt a nyugodtságot, azt a bizalmat a szemükbe. Jó indulatot, ami addig nem volt. Az érkezésünktől számított első 4 óra. Itthon tartalmasabb volt, mint az előtt az elmúlt 4 év. Április 12-én múlt el, pontosan egy év, hogy megfogyasztottam alkoholt.
Tisztán erősen. Nagyon jól érzem magam ebben az állapotban. A paksi atomerőműnél vére tanúskodott ellene, megragadta az Istennek az igéje, és megértette azt, hogy az Úr Jézus Krisztus vére az nem ellene tanúskodik, hanem mellette. Azt mondta Való Zoltán, Zoli bácsi, hogy szegény ember az, aki Dömösről úgy jön el, hogy nem iszik többet. Biztosan tudom, hogy az nem elég, és sokkal többet kaptunk mi annál.